beköszöntöm a 10. nyugdíjasbál résztvevői. Észrevettétek a Traktunki különböző szórólapot. Elsősorban a tavalyi műsorról, hogy mégis mik voltak itt, meg egyebek. De én nem akarom ezt felsorolni, mert ti mindjárt részesei voltatok. Az öröm ebben, hogy aki ebben részt vesz, az szívesen leül még így a fehér asztalhoz is, és reméljük nagyon jó hangulatban jól fogja érezni magát. Minden olyan programot, ami tervezve van, és már tudtok róla az idei évre, ahhoz a megfelelő anyagi támogatást megkaptuk, a pályázatot kiírjuk, ez a lényeg, a lóvé, az meglesz. És innentől kezdve én remélem, hogy minnyáján tudunk magunk olyan programot biztosítani, amiben jól érezzük magunkat, és talán büszkék vagyunk arra, hogy a szegedi idősek össze tudnak tartozni.
megköszönnénk ezt a betanított táncot ezeknek a gyönyörű gyerekeknek. Nekem különösen tetszett, és köszönjük szépen a találmének. Kaptunk egy kis csokit a kalória veszteségre. Köszönjük szépen! Tisztelettel fölkérem két országgyűlési képviselő urat, Koros Lajos és Szabó Sándor, hogy egy rövid köszöntőt a bál tiszteletéből mondjanak el. Kezét csókolom, jó estét kívánok! Arra kértek, hogy nyissam meg ezt a bált, hát akkor érezzék magukat megnyitva. Ezen túlmenően az én barátaim mindig gondoskodnak arról, hogy ha én jövök, akkor ne csak dolgozzak, vagy ne csak a szociológiával, vagy a politikával foglalkozzak. Azért hál' Istennek szoktak nekem itt szabadidős programot is néha felajánlani. Mert most azon tipróttam itt az asztalnál, hogy milyen műsor lesz az, ahol csacsacsa, jive, rumba, meg korózs. Tehát azért ilyen befejezést a műsor végén, azért ez itt el van kalibrálva egy kicsit. És csinálnék ilyen kiszebábot, vajon milyen kívánságot írnék rá. Na most az a helyzet, hogy nem tudok kivetkőzni a bőrömből, esküszöm nem fogok szociológiai módszertan előadást tartani, de hát csak politikus vagyok, és úgy gondoltam, hogy szeretnék én is valamilyen gondot, bajt elűzni, és egy monogramot írtam rá erre a kis szekrire, O.V. Még lehetnék egy kicsit pikírt is, hogy megkapták az 1,6%-os januári nyugdíjemelést, bizonyára örültek neki, hogy én ezt mélységesen igazságtalannak tartom. Mélységesen igazságtalannak tartom, mivel 6 éve az öregségi nyugdíj minimum kimondani szégyen még mindig 28.500 forint, és a Fidesz többség a novemberben is leszavazta azt a kezdeményezést, amelyben szerettük volna legalább megduplázni ezt az öregségi nyugdíj minimumot. És azt mondták, hogy azért nem kell vele foglalkozni, mert számosságát illetően olyan kicsi az érintetteknek a száma, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Kedves barátaim, 364.000 olyan ember van, akinek a nyugdíja és a nyugdíjszerű ellátása nem éri el az 50.000 forintot. Kedves barátaim, Csongrád megyében az egészségügyben dolgozó fizikai munkát végzők átlagos havi keresete 69.400 forint. Szélve arról, kedves barátaim, befejezésképpen, hogy én ebben elkötelezett vagyok, de mélységesen elkötelezett vagyok. Többek között azért, mert úgy néz ki, hogy 10 év múlva én is nyugdíjas leszek, és addigra szeretném rendbe tenni ezt az egész rendszert. Isten áldjon mindenkit erőben, egészségben, és érezzék jól magukat! Tisztelt Uraim, tisztelt Hölgyeim, kedves szegediek, kedves szépkorúak! Tiszteleten és szeretettel köszöntöm Önöket én is, mint országgyűlési képviselő, de engedjék meg, hogy a polgármester úr és hát a szegedi képviselőtestület jó kívánságot is tolmácsoljon önöknek, maguknak, és itt van közöttünk Tóth Károly képviselő úr, aki egymagába képviseli a szegedi képviselőtestületet. Önök azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kincset őriznek, amit azonban csak az idő és a tapasztalat adhat meg minden ember számára. És hogyha körbenézek itt a társaságon, akkor nem az időskor számomra eszembe, hanem tevékeny, aktív emberek közössége, akik nem csak magukért, a közösségükért, hanem a városért is jó szívvel szolgálnak. Nos, én azt gondolom, hogy pontosan ezért anyagi és erkölcsi elismerés és becsület illeti meg Önöket, hiszen Önök azok, akik képesek egymásnak szeretetet adni, képesek szeretteiknek szeretetet adni, és hát erkölcsi példát mutatnak szorgalomból, kitartásból, hűségből és munkaszeretetből. Mert bizony Önök az időt megszolgálták, a pályájukat végigfutották, de a hitük azt gondolom, hogy mindvégig megmaradt. Most ezekkel a szavakkal engedjék meg, hogy én is kívánok mindenüknek nagyon jó egészséget, de ma azt kicsit szórakozzunk, úgyhogy a mai napra pedig nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Köszönöm a meghallgatást! Yeah.
Köszönöm szépen!